A következő videó témájának a Direszláv háborút szavaztátok meg az Instagramon. Ha nem akarsz lemaradni a szavazástól legközelebb, kövess Instán is! A délszláv háború a Balkán egyik legsúlyosabb és legvéresebb összecsapása volt, ami alapjaiban rengette meg a délszláv népek nyugalmát, törekvéseik pedig nem az érvek és viták mentén, hanem a vége láthatatlan erőszak tengerében nyertek teret. A Balkán lakossága már évtizedek óta több nemzetiségre oszlott. Az egyetlen állam, amelyik egységbe foglalta őket és ezt meg tudta tenni komolyabb háborús konfliktus nélkül, az Jugoszlávia volt. 1945-től Josip Broz Tito ült az elnöki székbe, aki a II. Világháborúban partizán vezetőként és marsalként Jugoszláviát egy hat nemzetiséget, országot összefogó föderációként működtette. Ide tartozott Horvátország, Szerbia, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Macedónia, Montenegró. Ez a balkáni nagy állam 1980-ig működött különösebb konfliktus nélkül, egészen Tito haláláig. Az 1980-as évek második felében egyre jobban erősödött a nacionalizmus, ami teret magának az 1990-es években szerzett. Ezt három politikus nevéhez szokták kötni a szakirodalmak. A szerb Slobodan Miloševićhez, a horvát Franjo Tuđmanhoz és a bosnyák Alija Izetbegovićhoz. Milošević a szerbek befolyását akarta erősíteni Jugoszláviában, Tuđman a horvátok önállóságát kívánta biztosítani azzal, hogy egy horvátok által felügyelt államot hoznak létre. Izetbegović a bosnyákoknak csak egy független állam létrehozását, Bosznia-Hercegovinát sürgette, aminek területén muszlim többségű volt a lakosság. Azért, hogy céljaikat elérjék, a nacionalista politikusok elkezdtek egy komoly gyűlöletkampányt, amivel a többi nemzetet akarták lejáratni és rossz szerepben feltüntetni. Ez gyűlölködéshez és erőszakhoz vezetett. A nacionalizmus mellett teret nyert a sovinizmus, vagyis az a fajta hazafias ideológiai magatartás, amelyik fanatizálja azt, hogy a hazát, a nemzetet imádni kell bármi áron, megkérdőjelezés nélkül. Erre a fiatalok voltak a legkaphatóbbak. Milošević a szerb tagköztársaság elnöke lett, ami a legnagyobb befolyással bírt Jugoszláviában. Visszakívánta szerezni a szerbek irányítási fölényét, ám a többi tagország ezt nem támogatta. A nemzetek válsága mellett komoly gazdasági problémák merültek fel, Szlovénia és Horvátország volt a legfejlettebb tagország, míg a többi csupán szegény régiók voltak. Szlovénia és Horvátország a gazdasági előnyét annak is köszönhette, hogy turisztikai szempontból sokkal látogatottabb és befogadóképesebb volt, jó földrajzi tulajdonságokkal rendelkezett, ezért is sérelmezték azt a horvátok és a szlovének, hogy a szerbek, a bosnyákok, a koszovóiak a megtermelt jövedelem jó részét elnyelik. A gazdasági problémák mellett az erősödő szociális nehézségek egyre inkább arra sarkolták a horvátokat és a szlovéneket, hogy elszakadjanak Jugoszláviától. A délszláv háború egyik elindítója az volt, hogy 1989. május 8-án Slobodan Miloševićet választják meg szerb köztársasági elnöknek. 1990-ben pedig Slobodan létrehozta a szerb szocialista pártot, aminek haláláig az elnöke maradt. Az első szerb elnökválasztáson 65%-os eredménnyel aratott elsőprő győzelmet. Két évvel később már csak 53%-os többséggel választották újra. 1991. márciusában Milošević titkos tárgyaláson állapodott meg a horvát elnökkel, Franjo Tuđmannal arról, hogy közösen felosztják Szerbia és Horvátország között Bosznia-Hercegovinát, és beolvasztott területeken élő bosnyákokat asszimilációra késztetik. A szerb nagyhatalmi törekvés egyre érezhetőbbé vált, ezért Szlovénia és Horvátország kikiáltotta függetlenségét 1991. június 25-én, és bejelentették elszakadásukat Jugoszláviától. A horvát függetlenség útjába a Horvátországban élő szerb kisebbségek álltak, akik nem riadtak vissza a fegyveres összetűzésektől sem. A jugoszláv néphadsereg beavatkozása olaj volt a tűzre. A néphadsereg a szerb kisebbségek oldalára állt, így a horvátországi szerbek megalapították a Krajinai Szerb Köztársaságot. A harcok elképesztően véressé váltak. Tuđman horvát elnök 3 hónapra felfüggesztette a horvát függetlenségi nyilatkozatot annak reményében, hogy a fegyveres konfliktus enyhülni fog, azonban nem így történt. Horvátország egynegyede a szerb milíciákhoz, a csetnikek és a szövetségi hadsereg felügyelete alá került. A szlovének miután bejelentették függetlenségüket,
jugoszláv páncélosok közelítették meg az országhatárt. Szlovénia nem rendelkezett elegendő haderővel. A polgárokból szervezték meg a szlovén népi erőt, ami a kevésbé hatékony felszerelése ellenére felvette a versenyt a szerb nemzetiségű jugoszláv néphadsereggel. Mivel Szlovénia Horvátországgal ellentétben nem rendelkezett szerb kisebbséggel, ezért a lakosság egyöntetűen ellen tudott állni a szerbeknek. Milan Kucan szlovén köztársasági elnök diplomáciai kompetenciái itt mutatkoztak meg a legjobban. Felhívta a figyelmet a szomszédos országok számára, hogy a konfliktus átterjedhet Közép-Európára, és ennek érdekében segítséget kért. Az osztrák és az olasz katonai csapatok azonnal védelmet állítottak fel a határra, Magyarország pedig a határvédelmet megerősítette. A belgrádi katonák Horvátország ellen vonultak, de néhány hónap alatt a Szlovéniában állomásozó jugoszláv egységeket kiutasították az országból. A szerb katonák pedig nem szívesen harcoltak, alul motiváltságuk és fegyelmezetlenségük miatt Szlovénia meg tudta őrizni függetlenségét a szlovéniai tíznapos háborúban, amit időnként hétvégi háborúnak is neveztek. A szlovének szlovén függetlenségi háborúként emlékeznek rá. 1991. novemberében Szerbia és Horvátország az ENSZ biztonsági tanácsától kért segítséget egy békefenntartó erő mielőbbi felállításához. A felállítás helyett decemberben fegyverszállítási tilalmat rendeltek el Jugoszlávia egész területére, azonban ezt Szerbia és Montenegró területére korlátozták le, amivel nem segítették a konfliktus megoldását. A szerbek ugyanis hiába lettek korlátozva, kizárólag ők rendelkeztek elsősorban a jugoszláv haderő teljes fegyverarzenájával. A horvát, bosnyák erők nem jutottak így fegyverhez. 1992. januárjában Macedónia kikiáltotta függetlenségét, fegyveres konfliktus nem tört ki. Az ENSZ önálló államként ismerte el Szlovéniát és Horvátországot. Áprilisban Bosznia-Hercegovina is függetlenné vált, aminek nemzetiségi térkép elég sokszínűnek volt mondható, ami miatt egy háromoldalú polgárháború bontakozott ki a szerb, a horvát kisebbségek és muzulmánok között. Slobodan Miloševićet Szerbia és Montenegró is elnökévé választotta, időközben pedig a szerbek ostromgyűrű alá vonták Szarajevót, Bosznia fővárosát. 1993. márciusára a horvát kisebbség és a boszniai muzulmánok összecsapása elkerülhetetlenné vált. Augusztusban megalakult az első nemzetközi békemenet, ami célul tűzte ki, hogy a boszniai háborús helyzetet egy békedemonstrációval megállra kényszerítse. Habár a békemenet nem hozta el a várt eredményt, a történelemben ez volt az első nemzetközi szintű békemenet, amely egy háború befejezéséért és a béke megkötéséért került lebonyolításra. 1994-ben a boszniai háború horvát kisebbségi és boszniai muzulmán összecsapásai egy ENSZ által megerősített békével értek véget. A horvát-szerb, illetve szerb és bosnyák konfliktusnak Bosznia térségében az 1995-ös Daytoni béke vetett véget. A nemzetközi vélemény azért akarta mindenképp a boszniai háborút lezárni, mivel elterjedt az a hír, hogy a háborúba a jemeni önkéntesek is csatlakoztak, akik muszlim bosnyákokkal karöltve alkották a boszniai mudzsahedeket. A nyugati hírszerzés ezért tartott attól, hogy az arab önkéntesek között terroristák is lehetnek, így azért, hogy ne alakuljon ki egy jól használható csatornája a terroristáknak Nyugat-Európa felé, a boszniai háborúnak véget kellett vetni, ami a délszláv háborúk legvéresebbike volt. A Párizsban megkötött Daytoni békeszerződéssel lezárult a délszláv háború első szakasza. Az áldozatok száma meghatározhatatlanul magas volt. A nemzetközi sajtóban a háborúra akkor lettek újra figyelmesek, amikor a hír napvilágot látott, hogy terroristák is harcolhattak a délszláv háborúban. Ebben az időszakban látott napvilágot a II. Világháború óta a legvéresebb tömegmészárlás, a szrebrenicai mészárlás esete, aminek hátterében az áll, hogy Kelet-Boszniában a bosnyákok, horvátok és a szerbek hármas szembenállása bizonyult a legelfajzottabbnak. A szerb katonák rendszerességgel a nem szerb lakosokat kifosztották, és ebben gyakran együttműködtek szerb polgárok is, amint egy-egy települést irányítások alá vontak. A bosnyák lakókat összegyűjtötték, kirabolták, megalázták, megverték őket, de előfordult, hogy tömegével lemészárolták őket. A férfiakat és a nőket külön válogatták. A férfiakat rendszerint táborokban tartották fogva, a nőket minden tekintetben megalázták. Közép-Podrinje volt az a stratégiai pont Bosznia számára, ami a mai napig biztosítja számára a területi integritását. A szerbek ezt támadták meg, és a Srebrenica felé menekülő bosnyák lakókat kivégezték. A térségben több településen ugyanezt megtették.
Az etnikai tisztogatások idejét 1992 és 1995 közé teszik, de a mészárláshoz 1995 júniusát, illetve júliusát kötik, amikor az esemény napvilágot látott. Mintegy 8700 bosnyákot végeztek ki. Ratko Mladić vezetésével a szerb köztársasági hadsereg hajtotta végre. A volt Jugoszlávia Nemzetközi Bűnügyi Bírósága 1995-ben háborús bűncselekménynek nyilvánította. A feladat célja az volt, hogy a térségben élő 40 ezer boszniai muszlim lakost kiírtsák. Az esemény idején a különös az egészben, hogy az ENSZ már biztonságos területté nyilvánította a Srebrenica és környékét, azonban mégsem tettek a népirtás ellen semmit. A mészárlás helyszínétől nem messze egy 400 fős holland békefenntartó csapat tartózkodott, amit az ENSZ nem mozgósított. A tragikus esemény során nem csak férfiakat, hanem nőket, gyerekeket és időseket is kivégeztek. A háború másik eszköze az etnikai tisztogatás és a népirtás mellett a nemi erőszak volt. A boszniai háborúban a megfélemlítés és elrettentés eszköze volt, aminek boszniai nők és gyerekek is áldozatául estek. A nők esetében arra külön figyeltek, hogy amennyiben egy szerb katonától teherbe esnének, a szülést megelőző rövid időszakban kaptak mentességet a rendszeresen kierőszakolt aktusok alól. Koszovó az egyetlen állam, amit a délszláv háborúban érdemben nem igazán említenek. 1990-től egészen 1996-ig, mivel Koszovó a szerb nemzettudat szoros részét képezte, ezért a koszovóiak passzív ellenállással tiltakoztak a szerb nagyhatalmi törekvés ellen. A Daytoni békeszerződésben viszont meg sem említették Koszovót, ezzel pedig bebizonyosodott, hogy a passzív ellenállás értelmetlenné vált. A koszovói felszabadítási hadsereg Koszovó szuverenitásának kivívása érdekében támadást kezdeményezett a szerb civilek ellen. 1997-ben Slobodan Milosevic lett az új Jugoszlávia elnöke, és szerb csapatokat küldött a koszovói szerbek megsegítésére. A NATO 1999-ben közbeavatkozott. Jugoszláviára légicsapásokat mért, amiknek eredményeképpen nem csak létfontosságú közlekedési pontok, épületek, de a civilek is áldozatául estek az Allied Force hadművelet során. 1997. június 12-től a NATO csapatai megkezdték a bevonulást Koszovóba, és a jugoszláv haderőtől elkezdték fokozatosan átvenni a térség feletti irányítást. Ezt a csapatot Koszovó Force-nak nevezték el. A terület ellenőrzése ellenére Koszovó továbbra is Jugoszlávia része maradt. Franjo Tudjman halálával a horvát demokraták elvesztették a következő választásokat, így a függetlenség útján Horvátország egy másik politikai irányt vett fel. 2000. október 5-én felkelés tört ki Belgrádban, így Milosevic a nép akaratának behódolva elismerte választási vereségét, és lemondott. A hágai bíróság elé vitték, ahol saját magát képviselte. Korrupcióval, népirtással, hatalommal való visszaéléssel és háborús bűnök elkövetésével vádolták. A délszláv háború 2001-ben gyakorlatilag véget ért, de annak következményei érezhetővé váltak az elkövetkező évekre. 2003-tól Jugoszláviát Szerbia és Montenegrónak nevezték. 2006-ban Milosevic meghalt a börtönben. Szerbia és Montenegró elszakadt egymástól. Létrejött Montenegró, illetve a szerb köztársaság, mint két külön állam. 2008-ban Koszovó is független állam lett, amit az EU tagállamok többsége és az USA elismert, de az ENSZ ezzel nincs azonos véleményen. A délszláv háború következménye, hogy a halálos áldozatok száma a mai napig nehezen behatárolható. Vannak, akik százezres nagyságrendekről beszélnek, de a milliós számokig is érkeztek már becslések. A konfliktus helyzet miatt minden délszláv államból milliók menekültek el az országból, főleg nemzetiségi kisebbségek. A délszláv háború során közel 120 ezer jugoszláviai magyar menekült Magyarországra. Az egykori Jugoszlávia területén a háború miatt jelentős mértékben romlott az országok infrastruktúrája, a felelősöket folyamatosan keresték és bíróságok elé állították, ugyanakkor a háború teret engedett az illegális fegyver- és drogkereskedelemnek, ami részben finanszírozta a felek háborús hadviselését.